egy különleges napom van. Nem csak a KIBU harmadik demódéja miatt különleges ez a nap, hanem azért, mert 8. születésnapunkat is ünnepeljük. Egyfelől bemutatkoznak azok a csapatok, akik január óta nálunk inkubálódtak a talentprogram keretében, bemutatkoznak az éppen aktuális startupjaink is, de itt lesz nagyon-nagyon sok olyan ember is velünk, aki az elmúlt 8 évben a munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a KIBU ennyire népszerű legyen, és ennyire sokrétű, sok színes dolog készülhessen el benne. Talentprogram, ez egy korai inkubációs program, az a célunk, hogy fiatalokat az egyetemekről bevonjunk, és az ötleteiket segítsük eljutni egy prototípusig fél év alatt, és reméljük, hogy ezzel a programmal segíthetünk nem csak a hazai, de a külföldi fiataloknak is abban, akik eljönnek hozzánk, hogy sikeresebben tudják megvalósítani az ötleteiket, és sikeresebben eljussanak a piacig, vagy a kiállításig, amit kitaláltak. Azért szeretem a talentprogramot, mert egy hatékony támogató környezetet biztosít azon csapatok számára, akik felkeresnek minket az ötleteikkel. A csapatokat anyagilag támogatjuk, illetve technológiai és üzleti tudást biztosítunk számukra. Azért választottuk a KIBU-t finanszírozási vagy inkubációs partnernek, mert nem csak pénzt vagy nem csak tőkét szeretünk volna bevonni, hanem gyakorlatilag smart money-t kerestünk, és a Telekomon, illetve a KIBU-n keresztül úgy érezzük, hogy a networking háló nyílik meg, ami máshol nem feltétlenül nyílhatna meg előttünk. Ha van egy jó ötleted, akkor szerintem mindenképpen kezdj bele, mert a legrosszabb, ami történt, hogy nem sikerül, de abból is tapasztalatot nyerhetsz, úgyhogy ne félj a kudarcról, hanem hajrá! Az elmúlt 8 évben közel 1000 projekttel foglalkoztunk. Ez egy nagyon nagy szám, és reméljük, hogy a következő 8 évben legalább még 1000 projekttel fogunk megismerkedni. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek!